Ez nagyon jó. Valamit csináljunk, nem? Na, így már jó. Tehát drága alattvalóim, OTP-bank alkalmazottak. Egy köszönetet szeretnék mondani, hogy baromi sok pénzt kerestetek nekem. Kiposztottátok az ügyfeleket. Ügyesen átvertétek őket. Igen, azt kérik, hogy nyissa ki az ajtót. Én azt látom, hogy benne azt szeretnék, hogy az biztonsági őr nyissa ki az ajtót. Tehát drága alattvalóim, köszönjük szépen a sok lóvét, amit kerestetek azzal, hogy átvertétek az embereket. Nagyon ügyesek vagytok. Úgy van, nem kell nekik elmondani, hogy el fog szállni a svájci frank. Jól csináltátok, az oktatásokon jól vettetek részt. Továbbra is mondjátok meg nekik, hogy a 256-nak nagyon örüljenek. Mert ha a 256-nak nem örülnek, akkor 456 lesz. Vagy 556, mert elintézem Trócsányinál, mondjátok meg nyugodtan nekik. Ha meg akadékoskodnak, lőjétek le a faszba őket. Hát nem kell ezzel sokat vacakolni. Úgyhogy most nem lesz, ugye hát nyilván én most nem foglak benneteket hazárulózni, és a többiek sem. Mert ugye inkább köszönettel tartozunk. Jó hétvégét kívánok nektek, fosztogassátok a népet továbbra is. Legjobbakat, sziasztok, puszi! Hát akkor... Na, hát akkor fordítsuk vissza magunknak a dolgot, ez mehet arra, tehát nincs ezzel gond. Ugye most az ügyfél úgyse akar bemenni, tehát nem akadályozzuk a ki- és bejárást, tehát semmivel nem követünk el, ami törvénytelen lenne. Úgy döntött a csapat, mivel úgyis ma bankárok vagyunk, tehát nem fogjuk a saját alattvalóinkat lehazaárulozni. Egy picit lentebb veszük, jó? Mert most nem kell annyira menni a hangerőnek, ha meg kíváncsiak rá, vagy kijön. Tehát úgy döntött a csapat, hogy itt az ideje befejezni ezt a mai tüntit, hiszen úgyis rövidre terveztük, hideg van, jól kimulattuk magunkat, megmutattuk a világnak, hogy miről is szól. Még egyszer mielőtt elbúcsúzunk, a február 20-ai tüntetés, itt is beszélgettünk néhányan róla, hogy hogy legyen, mint legyen. Tehát mindenkit szeretettel várunk február 20-ára, a számok nem hazudnak, de a bankárok és a politikusok igen, tüntetésre, számháború az OTP-nél, lesz még egy alcíme neki, amikor is mindenki a saját számait, mennyit fed fel, mínusz mennyit fizetett vissza, és még mennyivel tartozik, felteszi a fejére, nyugodtan felteheti, nem fogja eltakarni az egész arcát. Ezzel leszünk jelen, kiplakátoljuk a bankot, és várunk mindenkit, aki a saját számait kitenni, hogy betenni egy kosárba, tehát a saját számait betenni egy kosárba ott a helyszínen, és elvisszük Trócsányi gazember miniszternek, tehát bankárügyi miniszternek, és átadjuk neki, hogy bizony ne beszéljen ekkora marhaságokat, hogy az emberek jól jártak, mert nem járhattak jól ezzel. Megint egy viszonylag rövid tünti lesz, napközben lesz, pénteken lesz, hogy még ott érjük őt a minisztériumba. Ha véletlen nem, akkor megtaláljuk a módját, legfeljebb hétfőn reggel oda megyünk hajnalban a minisztériumhoz, és megvárjuk, amikor bejön, majd oda sátorozunk, vagy majd kitaláljuk, hogy hogyan jusson el hozzá. De hogy el fog jönni hozzá, az egész biztos. Ugye jövő hét pénteken pont találkozunk Szabó Józsiékkal, akik ezt szintén nagyon sérelmezik, tehát velük is megbeszéljük, minél több embert mozgósítsunk rá, tehát aki nem tud eljönni, az küldje el, tehát vidékről el ne jöjjön valaki, hogyha nagyon sokba kerül neki, kivéve ha ilyen elszánt vimmi, küldje el, megcsináljuk, de aki el tud jönni és itt van a környéken, abból is lenne legalább 100 000 ilyen anyag, aki bedobná ebbe a ládába. Látjátok, senkit nem viszel a rendőrség, miért is vinne? Hát ők is ezt a cumit szopják, és nem szeretnék, hogy tovább így legyen, oldjuk meg ezt a kérdést. Egyre több kapcsolat alakul, egyre több igazán a jövőjéért és a kifosztás ellen kiálló emberrel alakulnak a kapcsolataink. Köszönjük a rendőrség munkáját, igazán remek volt ez a mai nap, jól alakult, én azt gondolom, jó hétvégét kívánunk a rendőrségnek is, magyar rendőr velünk van, ez most is látszott, Teve utcát is köszönjük. Jók a képek, nem tudom, azt elfelejtettem mondani, hogy be van-e dugva a mikrofon, mert ugye a képviselőirodaház is videón nincs rajta a hang, tehát hogy levették, vagy eleve rajta volt, azt nem tudjuk, de teljesen mindegy, nem is lényeg ez sem. Valakinek valami, Zsuzsi?
Zsuzsi is köszönt mindenkit, köszönjük szépen a rendezvény, bezárva innentől kezdve mindenki szabadon viselheti a maszkot. És akkor még kell egy fél óra, hogy elpakoljunk, és utána megyünk haza. Következő megmozdulás kedden reggel, megyünk, aki jön a Herman Péter tárgyalására, ha jól emlékszem, és kedden Golcs Ferdinándéknál pedig mozgalmi találkozó. Addig pedig nyugi van a városban, valószínű, ha csak eszünkbe legyünk valamit. Sziasztok, köszönjük! Hajrá! Hajrá! Hajrá!